A két politikus a gazdákkal történő tanácskozás előtt sajtótájékoztató formájában foglalta össze a magyar mezőgazdasággal, a gazdák helyzetével kapcsolatos gondolataikat. Olyan vidéken vagyunk Sümeg környékén, mondta Fenyvesi Zoltán, ahol a mezőgazdaság mindig meghatározó területe volt az itt élőknek, a rendszerváltás előtt és napjainkban is. A kormány szándéka, hogy a helyi gazdák megerősödjenek, azok kapják meg a földet, akik ezt megművelik, a helyben lakók elsősorban, és örömmel vesszük, hogy a Sümeg környéki gazdák is szép számmal nyertek el különböző támogatásokat a kormány részéről, hogy meg tudtak erősödni, és sem csak a saját családjukat tudják eltartani, hanem sok esetben már munkahelyeket tudnak létesíteni, és más családok számára is megélhetést tudnak biztosítani. Köszönjük szépen ezt a munkát képviselő úrnak, köszönjük szépen a magyar kormánynak, hogy gondot viseli a magyar gazdáknak, és szívén viseli az itt élő embereknek a sorsát is, és mindent megtesz azért, hogy ez a vidék is fejlődjön, felzárkozzon az ország fejlett mezőgazdasági régiók közé is. Túri Kovács Béla országgyűlési képviselő elmondta, országjáró úton van, ezúttal már a negyedik tájegységen találkozik a kisgazdákkal, gazdálkodókkal. Nem csak a saját tagjaikkal, hanem mindenkivel, akik elismerik, hogy a magyar mezőgazdaság az elmúlt években komoly sikereket ért el. Világosan kell látni, hogy a magyar mezőgazdaság megújulása, ez egy hosszabb folyamat. Az elmúlt 10 év alatt elértünk nagyon komoly eredményeket, termelési eredményeket, értékesítési eredményeket. Kikerültünk a világpiac olyan térségeibe, ahol korábban nem ismertek minket. A jó áru, amely egy jó minőségű árut jelent, az mindenhol eladható a világban, csak megfelelő marketing kell hozzá. Van ennek azonban egy másik része, ami nem most probléma, hanem évtizedek, sőt talán évszázados probléma. A termelő nem részesedik abból a haszonból, amely akkor kezd megjelenni, amikor értékesítik már az árut. Akkor kezd megjelenni, amikor az első felvásárló megjelenik, és ahonnan kezdődően, mert nem a termék ára, hanem a piacon éppen kialakított ár az, ami meghatározza, hogy mennyit lehet megvenni az árut. Ezért a kormány és jómagam különösen hosszú-hosszú ideje azt ajánlom, hogy kezdjenek el egymással együttműködni a gazdálkodók, szövetkezzenek. Ki kell mondani, hogy szövetkezzenek. Nem kolhoz kell, hanem olyan szövetkezés, amely egész Nyugat-Európában dívik és működik, ahol az ármegállapítás már nem a kereskedő egyoldalú gondolata és a piac gondolata, hanem az termék tényleges értéke játszik abba közve. Én azt gondolom, hogy ez az egyik előrelépési lehetőség. A másik, folytatta a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, termelési szerkezetváltásnak is végbe kell mennie. Én azt gondolom, önmagában az a tény, hogy nagyon úgy nézett ki, hogy a rendszerváltást követően olyan helyzet következik ki, hogy óriási nagy munkanélküliség lesz bizonyos mezőgazdasági területeken, nem így van. Ma munkaerő hiány van, el kell mondanom bizonyos térségekben, még a mezőgazdasági termelési helyeken is. Az Agrárfórumon az aktuális témák és kérdések vetődtek fel. Az előadók elmondták, 2010 óta évről évre nő az agrártámogatásra fordítható összeg, mellyel élnek is a gazdák. A vidékfejlesztési program segítségével főként a kisvállalkozások, a családi gazdaságok, valamint olyan munkaerőigényes ágazatok, mint az állattenyésztés, a kertészet vagy az élelmiszeripar fejlődik, ezzel biztosítva a vidék népesség megtartó erejét. A mezőgazdaság erősödése miatt egyre többen találnak munkát az agrárszektorban, ezzel összefüggésben pedig elmondható, hogy az élelmiszeripari cégek sokkal több munkavállalót foglalkoztatnak.